Miért emlékeztet egy testrészre ez a sörös üveg? Peti tényleg a Minecraftból jött? Rasszisták vagyunk? Savanyú a mangó? Inkább a kőbányai. És mi van, hogyha összeöntjük az üdítőket? Sziasztok! Ezt a videót eredetileg nem terveztük be, csak az a helyzet, hogy annyira jó volt az előző videónknak a fogadtatása, meg annyi kommentet írtatok, hogy arra gondoltunk Petivel, hogy beleolvasunk ezekbe, és egy-kettőre megpróbálunk válaszolni. Úgyhogy nézzük is őket. Peti igazából a tökéletes ember lett volna Steve-nek a Minecraft filmbe. Ezt miért mondták, Tomi, szerinted? Nem tudom, Peti, de nézd csak, 711 ember úgy gondolta, hogy castingba tényleg belefértél volna. És ez a top komment, ha jól láttam. Igen. Én meg is örültem egyébként annak, hogy milyen kedves, hogy írják, hogy Peti igazából egy tökéletes ember lett volna. Mondom, milyen kedvesek, hogy olvasom tovább. Steve-nek a Minecraft filmbe, és hát akkor jöttem rá, hogy itt lekockázták a fejemet, de nagyon jókat nevettem ezeken a kommenteken, úgyhogy köszönöm szépen, ez épített, és remélem, hogy a ti nevetgélésetek az egybefügg azzal, hogy nagyon sok terméket vásároltam. Miért van Jakab Péter az Index képen? Ez legalább most nem rámutat. Én gondoltam, hogy azért ne csak olyan kommentek legyenek itt, amik a te fejformádat taglalják. Ezt már máshol is megkaptam, szóval akkor ez van. Itt van Steve és Jakab Péter. Micsoda kollam. És szoktak még máshoz is hasonlítani téged, Tomi? Ezt hagyjuk, ez a téma. Köszönjük, tényleg hiánypótló videó volt. Az is jó, hogy a minőségre mentek, és nem a mennyiségre. Ha pedig sörkóstolás, akkor lehet Winkler Robi lesz a ti emberetek. Én nagyon várom a Robit, hogy hát ha megkóstolja. Van egy ilyen titkos vágyam. Ugyan nem fogom végignézni, írja az öreg Tabandita, de örülök, hogy kaptál egy újabb szponzort. Hát Tomi, milyen szponzort kaptál? Hát először is sajnálom, hogy nem nézted végig a videót. Mert abból kiderült volna. Igen. Figyelj, ez egy kollab igazából, ugye? És Tabandita szerintem egy nagyon kedves ember, mert szeretett volna algoritmust pörgetni. Én erre gondolok. Másrészt meg egy ilyen kis vitaindító kérdéssel jött, úgyhogy ha nektek is vannak ilyen vitaindító kérdésetek, akkor bátran írjátok le kommentbe. Just Vidman, az avatárodon bajusz mikor lesz? Figyelj, nézzük meg, hogy mutatna rajta. Szerintem mindkét üdítő csodálatosan finom lett. Lesz majd olyan üvegpohár is esetleg, amiből ittatok? Hoppá! Jogos a felvetés. Igen, és ezt többen is kérdeztétek. Szerintem meglátjuk, hogy mit tehetünk. Talán ezt lehetne a legtisztábban mondani, és lehet, hogy ha feliratkoztok a hírlevelünkre... Peti, a szélszben, ezt már írták többen, ez elképesztő. Pam, pam. Nézd, figyelj, én vagyok a szélszben. Figyelj, én már megtanultam így inni, figyeld a képernyőt. Nem is lehet figyelj. Úgy inni abból, Peti. Én a sört tesztelném a párommal, de nem tudom rendelni, mert elfogyott. Nagyon köszönjük, hogy elfogytak a sörök. Lehet, hogy alul számoltuk kicsit, de a raktárból már hozzuk be az újakat. Lehet, hogy mire ezt a videót nézitek, már van is. Pont a sörnél ugye nagyon fontos, hogy minél frissebben fogyasztod, annál jobb, és ezért a raktárunkba is azt szeretnénk, hogy mindig a legújabb sörök menjenek be. Igen. Tehát, hogy ki kell pörögni viszonylag gyorsan. Inkább ezért sűrűbben főzzenek. Még ha hungarocából lenne a díszdoboz, az lenne az igazi luxus XD. Szerinted lenne igény egy ilyen kiadásra? És így benne vannak a cuccok, így bele vannak cseszve. Istenem, adjad, hogy néz ki. Hát de miért? 100 000 forintos víznek jó volt akkor az üdítőinknek, és akkor megkapja az ember, és csak így... Oh. Istenem, aztán felrobban. Hát a monyó nem éppen a legjobb választás szerintem. Az üdítőjük valami moslék. Én azt mondom, hogy ez is egy vélemény, hogy ha valaki ugye végigkóstolta az összes monyó üdítőt, én azt javaslom, kóstoljátok végig ti is, és állapítsátok meg, és írjátok meg erre válaszba, kommentbe, hogy igaz vagy sem. Hello, Tomi, megkóstolnám a söröket, de Hollandiában élek. EU-n belül esetleg lehet szállítást kérni, vagy mi lenne olyankor a minimum mennyiség? Több ilyen kérdés is érkezett, és hát az a helyzet, hogy rajta vagyunk az ügyön. Szerintem így valamikor a jövő év eleje lehet reális, hogy tudunk erre időt szakítani. Magyipunker5862 mondja, hogy meg is rendeltem az alma mangó díszdobozos mixet, és tervezem majd, hogy elküldöm nektek a videót és a véleményem róluk. Ezt nagyon jól teszi szerintem, hogyha így gondolkozik. Igen, köszönjük szépen, Magyipunker. Várjuk nagyon a véleményezős videóitokat, amiben szétszedtek minket. És hova is lehet küldeni? Aj, már megint. Ide? Vandelle alkohol. A híres Vandelle. Vandelle alkohol? De tudod, lehet, az ez lehet, hogy nem, vagy lehet, hogy holland, vagy ilyen Vandelle. Jaj, lehet, hogy ez valamit jelent. Igen, valami más nyelven alkohol. Igen. Sejtem, hogy itt az almáról van szó. Szerintem a komló miatt többször is megkaptuk ezt a kérdést, hogy most akkor ez alkoholos-e vagy sem, de nem. Alkohol nincsen az almában, csak a komlónak az íze még pluszban földobja. És ettől lesz egy kicsit különleges. De tudod, hogy miből van van alkohol, Tomi? Vandelle ajánlásával. A nagyon híres Kazar Bertov azt mondja, hogy azt esetleg még lehet tudni, hogy valamelyik ital gluténmentes-e. Hát az, hogy még lehet-e tudni, vagy már azt nem tudjuk. Tegnap még tudtuk, igen. De ma már nem. Azt teljesen nem írtuk föl. Hát a sör az nyilvánvalóan nem, ugye a búzamaláta miatt. Viszont tudom, az almába meg a mangóban nem szoktunk glutént belefőzni, nem Peti? Tehát, hogy nem emlékszem, hogy ott a gyárban láttuk volna, hogy gluténes zsákkal így bejön valaki, és így a glutént így locsol. Én figyeltem, és nem volt ilyen zsák, úgyhogy ezt most nem tettük bele. Úgyhogy ezekben nincs. Milyen lelkes volt a gépkezelő is, hogy átadhatta a legelsőt. Ugye Áderről van szó. Akinek tele volt címkézve a hasa, nem? Igen. Itt szerintem a kommentelő azt érezte, hogy na, Bob és Bobek odament, és ott dolgozók meg csak így tűrtek minket, hogy jó, van a két hülye gyerek az internetről, itt lábatlankodik. Áder rettentő kedves és barátságos volt velünk. Még ő ajánlotta föl, hogy megnyomhatom a gyártás elindításánál a gombot, meg ugye egy tök jó kis közös képünk is készült. Ideje belemerülnöm a kézműbe italok világába. Egyébként Peti egy igazi univerzális ember, hihetetlen mennyi mindenhez ér. Én se tudom, ez nem elég, hogy alapból csinálja a saját munkáit, veled is dolgozik, plusz a Jani vagyok BT-t is erősíti. Mi ez a Jani vagyok BT? Ezt nem akarod elmondani? Na, a Jani vagyok BT egyébként nagyon jó, hogy mondott Tomi. Egy videóvágó, trélervágó versenyt rendeztünk most másodjára, mert tavaly is volt egy. The VR Tech csatornán szerintem meg fogjátok tudni nézni, meg az én csatornámon is, úgyhogy ez itt a promó helye. Ja, és Janéknak legutóbb vittem az almából és a mangóból, úgyhogy most már ők is megkóstolhatták. Még nem mondtak semmit, hogy gyanús a hallgatás, hogyha rájuk persze, írok, hogy mert iható-e. Ajtó kitámasztó, tudod. Vagy odaadták Balázsnak, az felszippantotta az egészet. Édesítőszer van benne? Nos, nincs. Az almában nincs hozzáadott cukor. A mangóban? A mangóban egy pici került. És a sörbe? A édesítőszer? Ja, nincs. Semmi, Adi, megint csak leültél pofázni egy b***val. Mert még ki volt itt b***i? Itt mindenki, aki ide ül, az tényleg így ennyi, ezzel a jelzővel lehet így minősíteni. Aj. És meg kell védjem csokit, meg kell védjem tekit. Igen. Higgyétek el, láttam már őket ki nővel. Ki véd meg téged? Igen, hát senki nem véd meg. Gábor Szűcs írta, hogy nekem az alma nagyon ízlet, de a mangó iszonyat savanyú, pedig nem vagyok etéren finnyás. Haj. Jaj. Na hát örülünk ennek a kommentnek, hogy ezt leírta őszintén Gábor Szűcs, és egyébként nagyon kulturált formában, mert sajnos nekünk is volt ilyen tapasztalatunk, hogy volt egy olyan széria, ahol valamennyi darab savanyúbb lett, mint ahogy szerettük volna. Még valamikor az év elején. Igen, és akkor azonnal korrigáltuk, amennyire tudtuk ezeket a gyártási részeket. Ha ezt érezted, Gábor, akkor mindenképpen írd meg az itt található e-mail címre, és a rendelés számodat nyugodtan csatold hozzá, és mindenképp így akkor szeretnénk kompenzálni téged. Szóval, ha valaki ilyet tapasztalt véletlenül, akkor jelentkezzen. Azt mondja az öreg FENZER T, ki a péniszem váltja vissza, bérsaras 50 forintért. Ha már megvettem 700 darabját, minimum, hogy a polcra megy a doboza dísznek. Ezek ilyen multifunkcionális üdítők, és még díszként is működnek. Úgyhogy ez az 50 forint nem megy kárba, hogyha nem váltjátok vissza, mert az a helyzet, hogy rettentően jól mutat a polcon. Bárhol. Miért Vitalik Licskóval van közös vidit? Ezt nem bírom. Az meg van, hogy ez az én közönségem. Szóval ilyenek vagytok, hogy ide jönnek baromi kedves emberek. A Borka is, hogy miket kapott, amikor szerepelt nálam, elképesztő. Tomi, a te közönséged nagyon kedves, tudod, hogy mit mondott rólam? Hogy egy kockafejű budi vagyok. Gyakorlatilag ezt jelenti. Nem, hát Steve is rohadt kemény egyébként. Gondolj már bele, hogy a Netherben ott küzd a szörnyekkel, a sárkánnyal. Mindig jobb, mint Jakab Péter. Ez de uncsi, mint egy tévés reklámot néznék csak 20 percig. De jó, hogy megnézted ezt a videót 20 percig, ez egyébként nagy dolog. Ja, ja, tényleg. De szerintem QVYXCV-nek szerintem abban igaza van, hogy ugye termékekről volt szó nagyon sokat. Köszönjük, hogy megnézted és hogy reagáltál is erre a videóra. Alma plusz komló és mangó plusz maragúja? Mi az a maragúja? Ez egy új. Amikor megláttam, ezt megijedtem, mert azt hittem, hogy elírtam valamit a videóban, de nem. Úgyhogy András, frászt hoztad rá. Lehet össze kéne önteni mindent, arra gondolt, hogy az milyen ízű. Hát nézzük már meg, nem hozol két porra, gyorsan öntsük össze. Na figyelj András, hogyha ez működik, akkor... valami jogdíjat, vagy nem tudom. Na nézzük a színét. Megillatolom. Miért nem próbáltuk eddig? Teljesen ismeretlen íz. A komlósága nagyon kijön, nem? Közben. Nem érzed, hogy a komló kimászik? Nálam pont, hogy eltűnt kicsit. Figyelj, András Horváth, nem mondtál rosszat. Lehet, hogy valakinek ez ízli. Sokan összeöntik egyébként a fantát is a kólával. Beteg világban élünk. De ez működik. Még mindig nem értem, hogy miért ennyire rohadt drága. Nem fejtettük ki, akkor ezt jó. Vagy hát a drága az egy szubjektív műfaj, ugye? Jó, a fantához képest. Tudod, mi a drága? Patrik, mi a drága? Ez a drága, ez. Meg a hasonló vizek. Na azok drágák. Ez elég rasszista volt. Ez egy büdös ötös simlis alak. Csak azért, mert fekete? Ezt nem hittem el, amikor ezt olvastam, ezt a kommentet. Eszembe nem jutott volna, hogy valaki erre gondol. Könyörgöm, a Blackspot az nem is egy emberi lény. Az egy más dimenzióból származik. Olyan, mint nem viccből írta volna. Figyelj, átcserélem a fejének a színét pirosra. Még mindig egy büdös simlis alaknak néz ki. Bármilyen zöldre, úgyis. Inkább a kőbányai. Ízlések és pofonok. Jobban állunk az Untappdben, mint a kőbányai. Egyébként, hogyha valakinek van Untappdje, nyugodtan értékelje szavakkal, meg pontokkal is, és itt regisztráltok, tudtok, és... Ma voltam Érden a sörfesztiválon, és megkóstoltam az Ez Alma italodat. Nagyon érződik rajta a komló, de azon kívül nagyon finom. Mint hogyha ez egy ilyen hiba lenne, tudod, a komló. Hogy... Bocs, most ebben belekerült a komló. Azon kívül jó. Jó, azért ez megosztó. Szóval persze, az, hogy a sörösség jelleg ott van, vagy hogy arra emlékezted egy kicsit, ugye, még ha csak ízében is, az lehet, hogy valakit nem megosztó, de köszönjük, hogy megkóstoltad, és örülünk, hogyha íz lett. Azt mondja az öreg Kali Session, hogy gratulálok, állatett a videó is, a sör meg nálam top notch. Konkrétan a kedvenc sörizem egyike lett, és még lóvét sem kaptam, hogy ezt írjam. Egyébként úgy örültem, mert itt kóstolta meg a teki az irodában, és rohadtul ízlett neki. Jó, hát ez olyan, mint amikor anyukád azt mondja, hogy nagyon helyes fiú, vagy barátaitól nyilván azt fogja, hogy nem fogja egy kiköpni. Anyám is így simogatott ilyen kockába. Már fájt így az élektől a keze. Többször volt, hogy megvágta magát, és sose értettem, hogy anya, miért sírsz, és semmi, csak itt törögött a vért. Ipa, fúj! A sör legyen kesernyés, és az ipa butiknak van. Akik nem bírják a sört, hagyjuk már ezt az ilyen ízes, nem keserű söröket. Ott van akkor a Vidman mangó, de ez persze saját vélemény, és várom a Vidman almáspitét. Ez amúgy egy kedves ember, kedves támogató komment ez is. Ez megint csak egy vélemény. Az üdítők és a sör után várjuk a szeletelt házi jellegű kenyeret. Ezen el kell gondolkodnunk, Peti. Kéne valami kollab egy jó pékséggel. Egy jó albán pékséggel, valami hitvány. Vagy a dedikált léggitár, még azt hiányzik a polcokra. Aztán könnyen be tudjuk szerezni. Ezt le tudjuk gyártatni. Fúha, micsoda üzlet van itt láthatáron. Kedves Mr. Vidman, a korábbi merch próbálkozásaid is egy remek éra volt. Kb. 5 éve impulzus vásároltam egy alma mintás pénztárcát, és még a mai napig is kitart. Na, igen, azokból a merchökből egy csomó olyan volt, amire azt mondtam én is, hogy wow, ez rendben van. Mert ha nem így lett volna, akkor ugye az együttműködésbe sem mentem volna bele. A problémám nem is az volt, hogy ezek a termékek nem jó minőségűek, hanem a perspektívákat nem láttam ebben az egészben. Tehát mindig, amikor bejöttek ilyen új lehetőségek, azokat kevésbé voltak meggyőzőek. Most már csak egy dolog van hátra, ami az, hogy fizikai boltokban is kapható legyen. Ez igaz. Mi is ezt szorgalmazzuk. Vannak tárgyalások a háttérben erről, hogy ez minél hamarabb és minél széles körülben eljusson hozzátok, ilyen módon is. Amíg ez nem valósul meg, addig, hát addig ott a Blackspot, de egyébként pedig rajta vagyunk az ügyön. Mi is nagyon örülnénk neki. Na de Tomi, érkeztek itt a sör formájára utaló kommentek is. Mit gondolsz? Mármint, hogy a női sörös üveg formájára? Igen. Igen, hogy egyes emberek beleláttak valamit. Nem helyes, pedig nincs benne az, amit ti beleláttok. Na de hogy született meg ez a sörös üveg? Nagyon egyszerű. Kerültek rá ugye mellek, meg egy haj. A haj az egy régebbi animációmból lett felhasználva, és ez a lustaság, ugye? Még az I Am Rich Songból az egyik csajnak a haja, az lett szépen ide fölhelyezve a fejére. A mellek meg azok szabályos körök. És mivel ott van a válla, ezért onnan kezdődik. Tehát igazából... Nem kell be belelátni semmit. Én azt mondom, hogy ezt tudod mi, Peti, ez is egy ilyen Rorschach teszt. Tehát aki belelátja, arról árul el a legtöbbet. Igen. Itt semmi szándékosság nincs itt a háttérben. Szégyeljétek magatokat. Peti? Mi ez a póló? Egy pár másodpercre nem ez a póló volt rajtad. Nem ez a póló volt rajtam, mert elfelejtettünk kiköszönést felvenni, Tomi. Úgyhogy most 8 nappal később vagyunk. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy ennyi kommentet hagytatok az előző videónk alatt. Mi Petivel nem sokára újra érkezünk majd a kóstolós videóknak a meglesésével. Abból is kaptunk már egy jó párat, úgyhogy nagyon várjuk, még nem láttuk őket, nem néztük meg, majd egyet fogjuk veletek. Találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!